Idén már szántóföldi parcellákon is bemutathatta kalászos és repce kínálatát a Záten Unión és a Rapul mezőfalván. Fontosnak tartották, hogy részt vegyenek az agrárvilág kiemelkedő eseményén, ugyanis ez nagyon jó lehetőség arra, hogy találkozzanak partnereikkel. Az agráriumnak azt gondolom az idejében ez egy fontos, meghatározó eseménye, különösen úgy, hogy szántóföldi bemutatókra is nyílik lehetőség, és nekünk, mind a Rapul, illetve a Záten Unión cégeknek, akik jó, erős pozíciókkal rendelkeznek, mind kalászosok, mind pedig a repce piaci részarányok tekintetében, fontos, hogy találkozzunk a partnereinkkel itt, megmutassuk azokat a fajtákat, hibrideket, amelyek az elkövetkezendő időszakban a portfóliókba bekerüljenek, beszélgessünk velük, megbeszéljük az idei év különlegességeit, az ezekhez kapcsolódó technológiai tanácsokat átbeszéljük, úgyhogy számos oka van annak, hogy fontosnak tartottuk, hogy megjelenjünk itt. Különösen érdekes az idei évtől kezdve számunkra az, hogy nem csak önmagában egy standot tudunk prezentálni, vagy egy kiadványainkat tudjuk prezentálni a termelőknek, hanem lehetőség volt arra, hogy parcellákon bemutassuk ezeket a legújabb fajtákat, és úgyhogy ez egy külön kihívás volt az idén számunkra. A Záten Unión volt az a cég, ami meghonosította a hibrid búzát hazánkban. A kitartó munkának köszönhetően most már egyre többen döntenek a hibridek mellett. Én azt gondolom, hogy lépésről lépésre fokozatosan tudunk ebben a fejlődésben mindig előrelépni. Új fajtákkal, illetve új hibridekkel, új technológiai megoldásokkal, amelyek finomítják a korábbi ismereteket, és amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ezekben a hibridekben rejlő potenciál az minél inkább meg tudjon jelenni a termelőknél. Ma már nem csak a kalászosokról beszélünk, nem csak a hibrid búzákról kell beszélnünk, hanem a hibrid rozsról is, ami a piacon van, illetve az idei évtől már két új hibrid árpánk is elérhető lesz a termelők számára. A repce mostanra a cég egyik erősségévé vált. Köszönhető ez annak, hogy az innovációk mögött 120 éves tapasztalat van már. Az elmúlt két évben átvettük a piacvezető pozícióját itt Magyarországon. Nyilván ez egy hosszú és kitartó munka eredménye. A nemesítőink, illetve a tulajdonosi hátterünk több mint 120 éve foglalkozik repcével, tehát az itt felgyűlemlett szakmai tudás, innovációs képesség, az mind megjelenik a Magyarországon is elérhető Rapul hibridekben. A tavaszi szárazság idején is jól vizsgáztak a cégfajtái. A nehézségek ellenére szépen átvészelték az aszályt. Nyilván ez minden egyes fajtának, vagy minden egyes hibridnek kihívás volt, de azt gondolom mégiscsak, hogy amikor megérkezett az eső végre valahára, akkor azok a termelők, azok a termőhelyek, ahol sikerült a technológiát mégis a nehézségek ellenére jó szinten, jó színvonalon megvalósítani, azok az állományok tudnak élni azzal a csapadékmennyiséggel, ami most megérkezett, és ezekben az állományokban még nagyon jó eredmények elérhetőek lesznek, azt gondolom.